Katika többet jár a mosdóban, mint a prostata gondokkal küzdködő idősebb férfiak, mert annyi világkutatószék, annyi versenyen áll hely, annyiszer áll a dobogóra, hogy kötelezzék. Hosszú Katinka Magyarország legsikeresebb sportolója, talán ki lehet jelenteni. Aranyérmet aranyéremre halmoz, joggal lehet rá büszke mindenki ország és világszerte. De május 22-én súlyos támadás érte őt. Egy kanadai szakember a világvezető sportági lapjában az Egyesült Államokbeli Swimming World-ben vádolta meg doppingolással. A Barrettóról a következő tudom, hogy ő Atlantába indult 200 kilóval a B-döntőbe a harmadik lett, akkor még volt B-döntő, gyakorlatilag egy 1.57-3-as idő, az nem igazán egy fantasztikus eredmény. Casey Barrett szerint úszóberkekben azt suttogják, az elmúlt időszakban parádés eredménysort produkáló magyar klasszis tiltott teljesítménynövelőket használhat. Az úszónő erre reagált a május 26-án tartott sajtótájékoztatóján. Ugye megfelelő időben és helyen személyesen fogom megmondani Mr. Barrettnek, súlyosan tévedett, durván megsértett, és ezzel együtt a sportnak is felfokozott. Vágyai teljesen hamisak, azt pedig maga is beismerte, hogy semmiféle bizonyítékkal nem rendelkezik. És soha nem is fog, hiszen már maga a sztori alapfeltételezése sem helytálló. Soha nem szedtem teljesítményelő szereket, és szentül vallom, nincs az a pénz, hírnév, nincs az a győzelem, amiért találnám a lelkemet. Teljes mindegen tőlem a csalás. Viszont az is, hogy egy várállítással intézzem el, hogy egy általam egyáltalán nem ismert illető megpróbálja tönkretenni a hitelességemet a saját önző érdekei miatt. A 2014-ben az év úszójának választott kapkát Gyárfás Tamás és Kis László is természetesen védelmébe vette. Na felejtsék el az urat. Tehát itt van Katinka, aki szememben a világ nem csak legszebb, legalábbisabb, leggyorsabb, hanem legtisztább versenyzője. Jobb, ha ő lesz a középpontban, és ez a szörnyű, hogy a közgyűlés is ez az úr úgymond határozta meg. Csak azt tudom mondani, hogy ahogy a Katka regenerálódik, és ez egy nagyon nagy dolog, úgy ez a Barrett úr egyre jobban degenerálódik. Nem esik jól az embernek, tehát azért bárki bármilyen rosszat mond és meghallja az ember, az azért nem esik jól, tehát nekem sem esett jó. Katinka profi sportoló. Egy ilyen incidens nem befolyásolhatja az eredményeit. Hát ezt én próbálom teljes mértékben kizárni, tehát azért amikor az úszodába megyünk, akkor nem gondolkozunk ezeken, és ugye nem egyszer azért az embernek vannak problémái, akár magánéletben, akár más problémái, stressz. Ezeket a sportoló szerintem egy idő után nagyon jól megtanulja kezelni. És valamilyen szinten ez egy jó gyakorlás is volt. Ami nem öl meg, az megerősít, tartja az ősi közmondás. Máshogy nem is lehet. Katinka ütemterve elég szoros, versenyt versenyre halmoz, sokat nem tartózkodik most Magyarországon. Igazából már csütörtökön megint útra kelünk. Norvégiában lesz a bergeni Swim Fesztivál a hétvégén, ott indulok el. Utána Rómába megyünk versenyre, majd a Máronosrom a három állomásos versenyén fogunk részt venni. Onnan megyünk Santa Clarára, és akkor onnantól kezdve igazából egy hónapig itthon vagyunk, és tényleg már csak a kazani VB-re koncentrálunk. Hosszú Katinkát amúgy senki nem kereste meg a lejárató cikk megjelenése előtt, de ő most ezt a témát lezárta. A továbbiakban egy jogászokból álló csapat viszi tovább az ügyet. Kedves Katinka, továbbra is kellemes éremszületelést kívánunk!